a hét mesterlövészét, amely már itt van az éterben, Fuchs Péter barátommal és kollégámmal, én Puzsér Róbert vagyok, a következő két óra során pedig paródiákról fogunk beszélgetni, olyan paródiákról, amelyeket érdemes megtekintenetek, amelyeket ezért jó szívvel ajánlunk a figyelmetekbe. 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, és idézhetitek fel velünk azokat a vidám pillanatokat, amelyeket ezek vagy más egyéb paródiák szereztek a számotokra. Minket nagyon érdekelnének az asszociációitok mindazzal kapcsolatban, ami el fog hangzani itt a következő két óra során, úgyhogy írjatok nekünk bizalommal. 0629986986 az ismert SMS szám, és akkor amik érkeznek erre az SMS számra, azokat mi beolvassuk, és megpróbálunk egy interakciót létesíteni veletek. Az idők kezdetén, azaz a görögök idején úgy működött a irodalom, hogy még nem voltak irodalom professzorok, úgyhogy mindenki azt csinált, amit akar. És hát a leggyakrabban előadott darabok azok úgynevezett eposzi versek voltak, amikor elmesélték, hogy a nagy hősök és politikusok milyen hihetetlen hőstetteket hajtanak végre. Tehát ez így élőben ment. Valamiféle propaganda. Igen, propaganda. És akkor a hős Achilleusz fogta a lándzsáját, és ledöfte vele a gaz trójait vala. Tehát és akkor ezt még ugye rímben is. És ennek a műfajnak volt egy alternatív verziója, ha tetszik, alpáribb verziója, az úgynevezett paródiák, amelyek olyan versek voltak, ami ugyanúgy ezt a hát ezt a furcsa metrikus rímes szerkezetet használta, de nem a hős Achilleusz ment a hős kofa a piacon és leszúrta vala a káposztával a legyet. Tehát ilyen amikor bagatelizálták azt, amit hát mindenki ismert, viszont mindenki tudta, hogy mennyire álszent a dolog. Lerántották a hallgató szintjére. Ez a paródia műfaja, amelynek filmes megfelelőjéről fogunk ma beszélni. Amikor lemesztelenítik a királyt, aki valójában mesztelen, csak megfosztják azoktól a sallangoktól, amelyek öltözetnek tűnnek. És egy fontos megérdezni a paródiánál, hogy a paródia az alapvetően egy bizonyos műfajt kivesz magának, tehát azt mondom, hogy ez mondjuk a katasztrófa film, vagy ez mondjuk a hősies háborús film, és akkor azt kezdem parodizálni. Lehet, hogy van benne 10 másik, mint amilyen a Horrorra akadva című folyamban, ahol ugye egy filmen belül hát az elmúlt évek hollywoodi filmiparának nagyjából az összes jelentős, vagy legalábbis sokak által megnézett filmjét parodizálják, tehát akkor ott egybe van mondjuk egy Gyűrűk Ura, meg egy Mel Gibson film szó nélkül, akkor egy ilyen általános paródiát adnak, de mindenképp elhoz egy alap, amit elkezdenek hát így bekeríteni maguknak tulajdonképpen, tehát amit nagyon-nagyon jól ismerünk. Pontosan tudjuk, hogy milyen egy ilyen típusú film, és nagyon-nagyon tudunk röhögni, amikor ezt iszonyatosan elbagatelizálják. És igazából itt érdekes a dolog, mert szerintem általában a paródiakészítők az okosabbak, mint azok, akik a filmet csinálják. Most nem a számokról beszélek, mert nyilván mindenki sokat keres vele, hanem abból, hogy arról beszélek, hogy azért nem szabad ezeket a dolgokat túl komolyan venni. Tehát amikor a 300 című filmet megcsinálták, és ott ezek a félmesztelen félistenek írták azokat a gazperzsákat, az eléggé ciki, tehát hogy nagyon sok szempontból. Nagyon látványos, nagyon-nagyon jó pofa, most akkor csúnya szókat nem akarok használni, de hát azért ez mégiscsak egy ilyen... Mégis valami gagyisztika. Igen, gagyisztika, és ezt mondjuk amúgy iszonyatosan szörnyű paródiákban ezt így előveszik, és egy ilyen homokos táncegyüttes lesz ezekből a olajozott testű férfiakból, akik egy szálvörös köpenyben rahangálnak fel alá, ami egy nagyjából a helyére teszi ezt az egész műfajt. Nem annyira jó film, sőt kifejezetten nagyon-nagyon rossz film lett belőle, de inkább nekik van igazuk, mint azoknak, akik más gondolom vannak. Itt egyszerűen arról van szó, hogy azáltal, hogy létrejött ez a paródia, megvalósították ezt a gagyi vicces változatot, ezáltal mégiscsak valahol a helyére tették azt a világot, amelyben az a film készül. De nehogy már higgyük, hogy ez tényleg így van. Tehát körülbelül így, hogy van mondjuk egy katasztrófa film, ahol mindig hihetetlenül megmenekülnek, akkor kell csinálni egy katasztrófa filmet, ami olyan, mint a valóság, mindig hihetetlenül meghalnak. Tehát amikor azon röhögünk, hogy mennyire azt a klisét el lehet vinni akármelyik szélsőségig, amit látunk az ilyen filmekben. Én azt gondolom, hogy például a Csillagközi invázió valahol ilyen. Az egy komoly filmnek, meg egy paródiának a határán billeg, és amikor azt gondolnánk, hogy paródia, akkor mindig kapunk olyan gesztusokat, amelyek a komolyság irányába visznek. Amikor elkezdjük beleélni magunkat, akkor hirtelen valami parodisztikus dolog történik. A paródia és a szatíra, az egy másik műfaj, nagyon hasonló, és nagyon közel járnak egymáshoz, könnyű is összetéveszteni. És ezért mondtam azt, hogy a paródiánál arra vigyázzunk, hogy ott mindig van egy előkép, amit mindenki nagyon-nagyon jól ismer. És akkor arra
arra jön egy ilyen vicces válasz. A szatíra az kevésbé ilyen műfaj függő, de nagyon kevés olyan paródia van, ami nem szatíra is egyben. Hogy a szatíra az, ami olyan görbetükör, ami még valószínűleg tanítani is akar minket valamilyen irányban. Meddig röhögtetek múlt vasárnap a felháborodott SMS-eken? Kérdezi a kedves hallgató B. Nagy geg volt. Hát igen, a múlt vasárnap önmagunk paródiái vagy szatírái voltunk. Minden esetre, amiről most beszélni fogunk a következő fél órában, az a klasszikus hollywoodi paródia műfaja. A filmes paródia egyik megteremtője. Ugye már az első néma filmek között is voltak paródiák. De aztán a modernkori változata, vagy a modernkori formátuma ennek 1980-ban született az Airplane című filmmel, amely az 70-es évek széltében hosszában nagyon népszerű, igen nagy költségvetésű Airport című katasztrófa film szériának a paródiájaként készült, és már ebben a filmben feltűnik, ekkor még egy mellékszerepben ennek a formátumnak a korona hercege Leslie Nielsen, aki nem olyan régen halt meg, és nem titkoltan ezzel a kis félórás blokkal szeretnénk tisztelegni Leslie Nielsennek a karaktere, a formátuma és előtt. És mielőtt a kedves hallgatók fölhődülnek, hogy miért pont ebben, miközben neki vannak sokkal emblematikusabb filmjei, hát... Én azt gondolom, hogy az Airplane az a film, amellyel az egész műfaj leírható. Igen, tehát, és ami a legfontosabb, hogy a Airplane rendezője csinálta az összes többi olyan Leslie Nielsen filmet, a David Zucker. Az összes többi olyan Leslie Nielsen és nem Leslie Nielsen filmet. Igen. Tehát magát a műfajt ez a bizonyos Jerry Zucker, David Zucker és Jim Abrahams készítette. Igen. Ez a hármas, akik egyébként a forgatókönyvírói és a producerei ennek a filmnek. Tehát, hogy tulajdonképpen ők hárman röhögtek egyszer nagyon valamikor. Igen. A 70-es évek végén. És született ebből ez az egész komplett műfaj. Tulajdonképpen az Airplane-ben már a komplett palettája, vagy az a komplett humorarzenál, amit ez a formátum tud már elletlőve. És tulajdonképpen... Ami egyfelől vizuális, másfelől meg szövegi humor. Nagyon sokféle. Van nyelvi része, van vizuális része, van szituációs része. Amit mi már nem is értünk gyakran. Igen, és van olyan is, ami meg kifejezetten és direkt kapcsolatot tart az eredetivel, azzal, amit parodizál, amit nem is értesz, hogyha nem láttad az eredetit. De azért mégis elmondható, hogy ezek a filmek úgy is élvezhetőek, hogyha nem láttad az eredetit, mert olyan mennyiségű blödség van bennük, igazából azt hiszem, hogy ezzel írható le, ezzel a kifejezéssel írható le a legjobban ez a műfaj, hogy elképesztően idétlen, elképesztően idióta, valami olyan zsigeri helyen szórakoztat minket, ahol a kulturális különbségek, amelyek elválasztanak vallásokat, amelyek elválasztanak civilizációkat, azok sehol se nincsenek, azok lemállanak. Igen, mert ezek jó paródiák, tehát hogyha egy béna film volna, ahogy a feleségem fogalmazott, hogy erről a szennyről beszéltek, és hát szennynek szenny, viszont nagyon okosan van megírva, tehát attól függően, hogy ez egy blőd szenny, nagyon lehet nevetni a poénokat. Na, várjunk csak. Sokáig én is azt gondoltam, hogy ez az alja humor. Ennél nincsen lejjebb. Na de hát például a Ezek megőrültek című TV2-n futó vígjáték reality, vagy mi az, vagy hogy hívják azt. Hát igen, meg az irigyhónajmirigy tevékenysége. Vagy az irigyhónajmirigyet elég megemlíteni, szóval, hogy mélyen ez alatt még világok, vagy fogalmazunk úgy, hogy alvilágok húzódnak. Amely egy ilyen hónajszagú és kétségbeesett humorpróbálkozás, na az tényleg szenny. Tehát az nem nagyon lehet mit kezdeni, és ahhoz képest azokat sajnálom, akik csinálják. Tehát ahhoz képest ez meg a Royal Shakespeare Theater. Mondja meg a kapitánynak szájjól lesürgősen. A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért? Mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Beszélnem kell a kapitánnyal. Szólok neki. Kapitány úr, mikor száll le? Nem mondhatom meg. Nyugodtan, orvos vagyok. Nem tudom megmondani. Satszolni tud? Hát, talán 2 óra múlva. Csak 2 óra múlva tud satszolni? Dehogy, leszállni tudok 2 óra múlva. Sűrűköd van a hegyeken innen, el kell jutnunk Chicagóig. Frenetikus. Hát ez az a nyelvi humor, ami... ami és az a jó, hogy szerencsés eset, amikor az a sajátos nyelvi humor, ami jellemzi ezt a formátumot, fordítható. Igen, ebben és a jó helyzetben, magyar szinkronba kerül. Igen, és ebben a helyzetben fordítható, és jó a szinkron környezet is. Sajnos ezt a filmet is újra szinkronizálták. Igen. Nagyon szomorúak voltunk, de sikerült megszereznünk az eredeti formátumot, és most akkor azt hallhatjátok. A Leslie Nielsen annyira kell ehhez. Igen. Az a fapofa, amivel ő ezt előadja. Nyilván ismeritek. Na most várjuk azokat a gyöngyszemeket, amelyeket ti ebből a fajta nyelvi
nyelvi szórakoztatási formátumból az emlékezetetekbe tudtok idézni. Láttál-e már falampókot? Na hát ez is egy jó példa erre. Vendéget hoztam. Hello, szervusz. Tétel kapitány, Mr. Murdock, Mr. Besta és Joey Hammond. Szervusz, Joey. Gyere, innen többet látsz. Láttál már pilóta fülkét? Nem, uram, még nem repültem életemben. Láttál-e már falompókot? Megkérdezem az időjárást, Willy. Nem, kérdezz csak meg te. Joey, szóval láttál már falompókot? Jobb lesz, ha visszamegyünk, Joey. Dehogy, maradjon csak, ha kedve van. Szabad? Igen, ha nem zavar senki. A 209-es Denver toronynak. Fenn vagyunk 42 000. Lincoln fölött jelentkezünk. Vége. Várjunk csak, ismerlek. Kareem Abdul-Jabbar vagy. Kosarazol a Los Angeles Lakersben. Nem én, összetévesztesz valakivel, öcsi. Roger Murdock vagyok, másodpilóta. Kareem vagy, láttalak játszani, a papának bérlete van. Most már menj vissza szépen a helyedre. Ugye, Willy? Dehogy nem zavar senkit, hadd maradjon. Jó, de jegyezd meg a nevem. Roger Murdock. És pilóta vagyok. Csúdára tudsz, bár a papám azt mondja, a védőnek nem vagy a legjobb. Mert csak hátul ácsorogsz, nem mozogsz a pályán. Nem igazán stropálod magad, csak a hosszabbításokban. Nem a francot. Ide figyelj. Ezt hallom, mióta az egyetemi csapatban vagyok. Ott morzsolják a mogyoróimat minden este. Mondd meg az öregednek, fogja ő Waltont a pályán 48 percen át. Joey, láttál-e már fűben Nyuszit? Na, ami itt Roger Murdock kapitány és Joey között zajlik, az maga a dekonstrukció. Tehát ez olyan mélységesen posztmodern, ez a gag, annyira reflektál a kor irodalom elméleti irányzataira. Igen, egyébként ugye ez úgy végződik, hogy amikor elájul ez a másodpilóta, akkor kihúzzák a székből, és akkor kosaras nadrág van rajta. És miért van rajta kosaras nadrág? Mert ami a pilóta fülkéből látszik, igen, az úgyis csak deréktől fölfelé van, miért kellett volna neki átöltöznie? Ez a tévékben is nem így megy. Nem kosaras nadrágban jön be egyébként, egy korábbi jelentben, de ez mindegy. Na jó, de akkor azt előbb vették fel, azt máskor vették föl. Tehát az nem volt tervezve, hogy ő ott meg fog halni, azért vagy el fog ájulni, azért volt kosaras nadrágban, mert azt miért is vette volna le? Nem. Itt azt kell látni, hogy ez soha semmikor máskor nem készülhetett, mint a 20. század második felében. Tehát ez az Airport filmekre való reflektálásként. És nem is pusztán az Airport, egyrészt az Airport filmekre való reflektálásként, másrészt ez a fajta gag, ez annyira korszerű volt akkor. Konkrétan miről van szó? A filmes térnek, a filmes világnak, magának a film virtualitásának a dekonstrukciója zajlik ekkor, amikor valójában Kareem Abdul-Jabbar játssza Roger Murdock kapitányt, akit felismer az a kisrác, hogy ő valójában Kareem Abdul-Jabbar, akit nem ismerhet föl, hiszen a kisrác ugyanúgy bele van írva a cselekménybe. Hogy kerül a nézőtérről bele a filmbe egy srác, aki felismeri Kareem Abdul-Jabbart, aki egy másik realitás univerzumban, egy másik realitás síkon létezik, felismeri, elkezdi provokálni, egy ideig a színész próbálja tartani magát a karakterhez, majd amikor már nagyon fölidegesítik, mert az önérzetét kezdik el sérteni, abban a pillanatban kibukik belőle a sértett kosaras, aki egyébként korának legnagyobb kosárlabdázója volt, és azt hiszem, hogy a pontrekordot máig ő tartja az NBA-ben. Hölgyeim és uraim, itt a stewardessük beszél. Elnézést az esetleges kényelmetlenségért, amit a heves gépmozgás okozott az utunkba kerülő légzsákok következtében. Ilyettségre azonban semmi ok, reméljük továbbra is kellemes lesz az útjuk. Nincs önök közt véletlenül valaki, aki tud repülőt vezetni? És a robotpilóta mosolya. Igen, amikor a stewardess igen, péniszén át felfolyott a robotpilóta, zseniális. Ez a film legemlékezetesebb pillanata. Igen. Amikor a pénisz szelepen keresztül fújja. És akkor utána ilyen mosolygó adta van egy ideig. Amikor sorban állnak, hogy végigpofozzák az egyik utast. Jaj, igen. Ja, mindenféle fegyverek vannak náluk. Köszönjük, hogy a jobb szinkronokra is szoktatok figyelni. Köszöni a kedves hallgató. Hát már a magunk örömére is, igen, nyilván. Ne szólítson Verának. Igen. Nagyon-nagyon vicces pillanat, írja kedves MS nevű hallgatónk. Cigaretta?
Igen, az cigaretta. És meg annyi ehhez hasonló poén. De hát írjátok meg, hogyha még emlékeztek erre vagy ehhez hasonlóakra, akármelyik másik ehhez hasonló formátumú filmből. 0629-986-986 az SMS számunk. A diszkó nagyon-nagyon sötét, nagyon-nagyon primitív világára is reflektál az Airplane, abban a jelenetben, amely a múltban játszódik, amelyre visszaemlékszik a hős, ugye? A pilóta, igen. Igen, és hát valami sötét lebújban valamelyik figurának a hátában van a kés, és próbálja mutogatni a partnerének, hogy a hátában van a kés. Ez a diszkótáncban egy figura. Mert, hogy tele volt ilyen teljesen idióta figurákkal az egész diszkóvilág, amit talán csak egyedül Sylvester Stallone vélt komolyan venni. Az életben maradni című film 3 évvel később Sylvester Stallone rendezésében. Igen, ezzel a bizonyos zenével, igen, ezt talán kevesen tudják, hogy a Stallone filmesítette meg ezt a világot. Szóval az Airplane az sokféle filmnek az előképe. Azt írja a kedves hallgató, hogy a nagyon különleges ügyosztály az egy ezt megelőző sorozat volt, és már felvetette, már megpendítette ennek a humornak az írmagvát. Nem emlékszem rá. Azt egyébként hozzá kell tennünk, hogy tényleg, tehát azt meg erősítsük meg, hogy ez a Abrahams, ez a Zucker Abrahams, Zucker iskola volt az, aki az összes ilyen filmet csinálta. Tehát akármiről van szó, akár az elmúlt éveknek a ilyen paródia csokrai. Mit tettél a tavalyi nyárson? Igen, horrorra akadva Csupaszpisztoly. Csupaszpisztolyt is ők csinálták mindegyiket. Top Secret. Igen. A nagy duranásokat is ők csinálták. Tehát, hogy a színészek nem feltétlenül azonosak, de az eredő, tehát hogy akik ezt így kigondolták, hogy így kell csinálni, az azonos. És még egy érdekes dolog van benne, hogy ők gyakran már eleve úgy csinálják a paródiát, hogy rátelepülnek az előző forgatásra. Tehát van egy forgatási díszlet, ami ki van dolgozva, akkor ők azt automatikusan át is veszik. Tehát, hogy minek megépíteni még egyszer? Fillérekért licitálnak rá. Igen. Tehát ha már egyszer meg van csinálva, akkor használjuk. És ezek itt sokkal könnyebb, sokkal gyorsabban meg lehet csinálni a paródiákat. Baj van. A köd egyre vastagabb. A köd egyre vastagabb, Johnny egyre ájasabb. Én széri szarrá röhögtem magamnak idején. Én éveket röhögtem át, hogy gyerekkoromban ezen a poénon, magában ezen a figurán, igen. Aki ott van a vezérlőtoronyban, de minek? Abszolút nem tud felnőni a helyzethez. Teljesen jó. Hát ez jó, ez tényleg elképesztő figura. És amikor a valamelyik gyászoló vagy aggódó asszonyhoz oda megy, és hogy néz ki ez a ruha, síralmas. Igen. Ennek ugye a Csupaszpisztolyban van az a hihetetlen jelenet, amikor ugye a gyászoló ott van ágy mellett, és akkor ott előadja a főtörzs, hogy mi történhetett az illetővel, tehát hogy ezek ilyen emblematikusak, és beleivódtak a közös emlékezetünkbe ezek a párbeszédek, vagy a vizuális részek is. Mi a Vektor Viktor? Igen. Csak hogy más nem mondjak. Katasztrófa fenyegeti a légiutasokat. Chicago felkészült a kényszerleszállásra. Megette a saját lábát a hűtőben rekedt fiú. Végül is ők akartak repülni. Tudták, kérem, hogy mire vállalkoznak. Úgy kell nekik, zuhanjanak le. És tel is tele ilyenekkel, meg ilyenebbekkel. Ma lesz a Dracula halott és élvezi a TV2-n 22 óra 10-től. Lucy, bementél a gardrop szekrénybe. Űrgolyhókról beszélünk-e ma? Hát az űrgolyhók is filmje, de nem lesz a mai adásban. Úristen, hány ilyen film készült? Igen. Egy hatalmas Zeppelin, és közeledik. Javas, űrge dugni akar a csajommal. Hidegbökött neki, vagy tréta vinkójába, mit szólsz? Kár belé se szard. Tudja, hogy kajakra venné, de vastag a majré. Rá is faragna, mert haza küldöm. Okay. Úgy éljek, miből áll az nekem? Nehogy ma alá tegyél. Az a csávó is a brancsban van, még a ráz is tűl a herót. Igaz, és tudod, hogy van. Kicsi Franka, búbja nagy. Hagyat vágod, belevágod. Hülyét kaptál. Hülye. Jó. Ideges? Igen. Első alkalom? Nem, voltam már ideges.
Ez ugye a világdoktor hangjára, hogy halljuk a két feketét. Igen, igen, Kézdi György tökéletes választás volt, igen, ide is. Csövesül beszélni, mint ahogy ebben akkori szinkronban volt. Tudok csövesül, fordítsak. Igen. Ez is kiváló pillanat. A csupasz pisztolyban, amikor a Randin Drebin hadnagy az előző barátnőjéről mesél. Elmondja, hogy zenerajongó volt, ezért hárfát vett neki karácsonyra, majd megkérdezte, mi az. Ez egész film az olyan. Igen, igen, igen. OJ a kórházi ágyon, kokain. Igen, igen, az az. Frank, az nézd, az haver, kicsit nehezet kérdele, telik egy kis időben, mi kerítek. Hát igen, rengeteg ilyen van, és hú, hát nagyon sok ehhez hasonló kis poént kaptunk az SMS falon. Csupasz pisztolyból, csaj a létrán. Drebin benéz a szoknya alá, de szép kis szőrös, igen, tegnap tömték, és a csaj levesz a szekrény tetejéről egy kitömött hódot. Igen. Igen. Sok ilyen van, és általában mindegyik valami vicces, és eléggé, hát hogy is fogalmazzak, eléggé pervers félreértés. És az a szép, hogy fordítható, tehát nagy része lefordítható valamennyire az akkori magyar közönségnek is, és ugye a mainak is persze. Ha viszont nem fordítható le, akkor kerültek a szinkron stúdiónak a dolgozói, hát így komoly dilemmába, és olyankor kell egy gyártani egy poént, és ezek se sikerülnek rosszul, rendszerint. Az angolban van egy olyan eufémizmus az alkoholizmusra, hogy drinking problem. I've got a drinking problem. Amikor azt mondja, hogy problémáim vannak az ivással, és így leönti, így arcon önti magát, nem találja a szájába. Vagy például kaptunk egy másik nagyon vicces momentumot. Sajátosan mogorva képe van a maga kutyájának, de hát hátulról nézi, uram. Ja, akkor már értem, miért fogadta olyan kelletlenül a kockacukrot. Annyira vicces. De a képi, vizuális részéről is kéne beszélni ennek a humornak, mert ez az egész humor formátum, amit ez a Airplane típusú vígjáték kínál nekünk, ez olyan egyszerűnek tűnik, mint a faék. De hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi a humor forrása, tehát mi az a konstrukció, amelyet el kell végezni ahhoz, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy dekonstrukció, amit el kell végezni ahhoz, hogy ez a humor ez létrejöjjön és elkezdjen működni, ez egy nagyon-nagyon modern dolog. Hát ilyen megkökkentő helyzetekbe tesz minket. Az Airplane úgy kezdődik, hogy látunk egy felhőt, amely mint a cápának az úszon, úgy köröz egy repülőgépnek a felső szárnya. De itt a humor alapvető forrása mindig az, hogy a filmezés, a filmes világ az a valóság illúzióját akarja kelteni, és ezt szükségszerűen csalás révén teszi. Igen. Tehát valahol csalni kell, hogy ahhoz, hogy a vásznon zajló látszat, az valóság illúziót keltsen bennünk. Mm. És ezt a csalást leplezi le lépten nyomon. Például a Top Gun című filmben zajlik az, hogy látunk egy nagyon nagy telefont, és távol... Top Secret. Az a Top Secretben van, persze. Tényleg. Persze, a Top Gun. A Top Gunnak a teljesen paródiája. Más, annak a paródiája a nagy duranás. Igen, a nagy duranás. Na, szóval a Top Secretben van, hogy egy nagyon, nagyon nagy telefont látunk. Az előtérben. Az előtérben és a háttérben meg egy kicsi ember. Világos, értjük mi a perspektíva fogalmát, hogy az milyen. Előlép a kicsi ember a háttérből, és fölvesz egy hatalmas telefont, hogy háromszor akkora, mint de a nem fejlet. Változnak az arányok, igen. Annak ellenére, hogy a két perspektíva egyesült, az arányok nem változtak, igen, meg. Vagy például itt az Airplane-ben zajlik az, hogy látunk egy embert, ahogy odalép a tükör elé, és a tükörben látjuk, ahogy a nyakkendőjét köti. Majd, amikor elindul, akkor nem a tükörből látjuk távolodni a tükörképét, hanem átlép a tükrön, mint egy üres kereten, és elsétál a kamera előtt. Tehát így valójában a tükör mögött állt mindvégig, tükör pedig nincsen, csak mert a keret volt. Egyszerű, hogy egy kisgyerek olvassa, nem, egy apác olvassa egy kisgyerekek magazinját így a repülőn, és akkor van, ül mellette egy kisgyerek, meg az apácák magazinját olvassa, tehát ami meg nem létezik, mert ez egy ilyen tipikus amerikai műfaj. Tehát, hogy világos, ez a reader. Mindegyik Reader's Digest. Igen, csak annak a megfelelő. Igen. Mindegyik egy hazugság, egy valóságillúzió. És ennek a valóságillúziónak mögé világít egy erős elemlámpával a rendező trió, és ennek a leleplezéséből származnak ezek a poénok alapvetően. Tehát ez egy dekonstrukciós humor, annak ellenére, hogy egy nagyon blőd, nagyon hülye vicces dolognak találjuk. De értjük azért. Igen. Na hát, Drebin. Mi amerikaiak a királyság intézményét megmosolyogjuk. Nos, nagyon sok SMS-t kaptunk. Nem áll módunkban mindet felolvasni, mert az arra komplett műsoridő nem lenne elég, hanem lépjünk egyet, és beszélgessünk a következő olyan vígjátékról,
amely vígjáték szintén elég blőd, szintén nagyon vicces, de egy fokkal, talán egy kis fokkal komolyabban veszi magát, mint az Airplane. Mondjuk ez nem kunszt, mert az Airplane-nél mindenki és minden komolyabban veszi magát egy kis fokkal, legalább. Ez pedig a Támad a Mars, a Tim Burton-nek a paródiája, amely hát sokféle filmnek a paródiája, hogyha egy nagyon egyszerűt kéne mondanunk, akkor a Függetlenség napjának a paródiája. Igen, tehát, hogy rá nem sokkal jött, és ugyanúgy, tehát pontosan ugyanaz a helyzet, pontosan ugyanazok a klisék, ugyanazok a karakterek, csak a Tim Burton az nagyon keményen megnyomja a tollát. Tehát ez nem csak paródia, hanem kemény politikai szatíra, tehát ennyire béna elnököt azért nagyon kevés filmben látunk, mint amit itt sikerül, ráadásul a Nicholsonnak kettő szerepe van. Akkor igazából ennek a filmnek a eredet története is egy kicsit furcsa, mert a Tim Burton ezt nem a Függetlenség napja paródiájának szánta, de mégis az lett belőle. Ő kapott egy forgatókönyvet, ami egy nagyon, nagyon ismert és Magyarországon konkrétan teljesen ismeretlen kártyajátéknak, ilyen gyűjtögetős kártyajátéknak, ez a Támad a Mars. Nagyon régi ennek kártyajáték. 60-as években hát ez ritkán fordul elő, hogy 35 év telik el, amíg reflektál. Igen, de ez a gyerekkorának ez a elemi része volt. Nem csak ez a egy kártyajáték volt, hanem támadnak a dinoszauruszok, támadnak a mit tudom én, időutazók, támad a Mars, és akkor ezeken ilyen képek voltak, amit lehetett gyűjtögetni. Ezek, ami a képen voltak, azok a szörnyek, azok a tökéletes pontos mássai a filmben lévő szörnyeknek. Világos, hogy a 90-es években már senki sem úgy képzelte el a Földön kívülieket, hogy azok a Marsról jönnek. Hát nyilván, nyilván egy másik csillagrendszerből az jönnek. Az egész nem csak a Földön kívülieknek, de azoknak a zseniális számítógépeknek is, amiket a emberek használnak. Ilyen furcsa kis adalantennákkal, meg Magnus szalagokkal. Egésznek egy ilyen nagyon kemény 60-as évek érzése van, és ez a 60-as évek paranoid szovjetektől rettegő science fiction hullámát parodizálja, vagy omást mutat feléjük, tehát hogy így leborul előttük, hogy ezek mennyire fantasztikus filmek voltak. Az összes létező klisét előveszik belőle, beleértve azt a szörnyű zenét is, ami végül ezeket a marslakókat megöli, ami szintén a kornak egy ilyen nagyszülötte. Az is 60-as évek világban. Csak az azóta nagy kedvence, pont azért, hogy értsük, hogy az hogy kerül oda a 90-es évekbe, az a zene még az 50-es évekből. Na hát egy sztár parádé az, amit ez a film felvonultat. Létezik vajon ennyi sztárt felvonultató hollywoodi mozi, mint hát, a Támad a Mars? Na hát szemlézzük. Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Tom Jones önmagát játsza, akkor Rod Steiger, csak hogy a legnagyobbak, akkor Natalie Portman, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, a Pam Grier, ugye, ő volt a Jackie Brown. Csak hogy néhány nevet említsünk, vagy Christina Applegate, szóval a minden mellékszerepben olyan neves karakterek, nem mondom, hogy a legnagyobb színészek, de a legnagyobb színészek is ott vannak, hogy most a Glenn Close-on, a Jack Nicholson, az Annette Beningen nem lehet fogást találni ilyen szempontból sem. Mi erről a véleménye, Jerry? Az emberek imádni fogják, elnök úr. Csak az a kérdés, hogy a 6 órai hírekben vagy a főműsoridőben jelentsük be. A pokolba a sajtóval, minél előbb cselekednünk kell. Rendelje el a teljes hírzárlatot és léptesse érvénybe a riadókészültséget. De elnök úr, nem titkolhatjuk el. Készi tábornok, ön hogyan vélekedik? Nos, uram, biztos, hogy támadni fognak? Ez nem is lehet kérdéses, elnök úr. Több ezer harci űrhajóval kerítették be a bolygónkat. Biztos, hogy harci űrhajók? Professzor úr, mit tudunk róluk pontosan? Tudjuk, hogy fejlett technológiával rendelkeznek, amiből az következik, hogy békések a szándékaik. Egy fejlett civilizáció értelemszerűen nem lehet barbár. Elnök úr, nagy nap a mai. Az emberiség történetében új fejezetet nyit. Helyes. Földön kívüli élet. Igaza van, Jerry. Az emberek imádni fogják. Emlékezetes esemény lesz. Uh-huh. De elnök úr, az űrhajóik... Értesítse a sajtót. Készítesse elő a cserüti öltönyömet, és írjon egy hatásos beszédet. Államférfihoz méltó jelentőség, teljes mégis közvetlen szavakat. Lincoln és Rémusz bácsi egy személyben értélvére gondolok. Hogyne, uram!
fantasztikusan vicces ez a film, és fantasztikusan cinikus. De olyan módon cinikus, ahogyan az jól áll neki. Én nem szeretem a cinizmust, ha komolyan van véve, de ha poénra van véve, akkor nagyon vicces tud lenni, főleg, hogyha rámutat valami nagyon degenerált jellemvonására az embereknek, és hát itt ez történik. Amit itt ez a bizonyos professzor, a Donald Kessler professzor, akit a Pierce Brosnan játszik. Gyanúsan német nevű már megint, tehát a, igen, Werner von Braun, Werner von Braun újra visszatér. Igen. Szóval ahogyan azt ő elmondja, egy olyan civilizáció, amelyik technikailag annyira fejlett, hogy eljut a földre, az nem lehet barbár, szükségszerűen, hát miért? Hát ilyet soha nem is láttunk. Hát ilyen elő sem tud fordulni. Hát ugye jól tudjuk, hogy a konkvisztádorok, amelyek meghódították az amerikai kontinenst, azok sokkal fejlettebbek voltak technikailag, főleg hadászatilag, mint az ott élő indiánok. És mi történt? Kiirtották őket a kultúrájukkal együtt, meg az egész világukat, úgy, ahogy van felszámolták. Hát tényleg, ez egy remek érvelés, tehát valóban. És a Mars lakók, mintha tudnák is ezt, és lépten nyomon azt hangoztatják, hogy békével jöttünk. Igen, tehát amikor írtják a népet, akkor is egy ilyen propagandát nyomnak. Miközben gyilkolják őket tömegesen, de nagy üzemi szinten gyilkolják, igen, az embereket, közben azt kiabálják ilyen hatalmas nagy harsonákon keresztül, hogy békével jöttünk, igen, és az szerencsétlen hülye balek emberek, akik csak és kizárólag úgy tudják elképzelni a Mars lakókat, meg az idegeneket, bármiféle földön kívüli civilizációt, amely békés, talán valamit tud mondani nekünk az élet értelméről. Tanít minket, a galaxisról. Igen. Ide jön, és igazán semmi célja nincsen velünk, pusztán az, hogy kiírtson minket, igen, és befoglalja ezt a bolygót. Ahogyan, és az egészet poénnak veszik. Ahogyan Pizarrónak sem volt semmi különösebb célja az amerikai kontinenssel, vagy a latin-amerikai szubkontinenssel, mint hogy lesöpörje, letörölje onnan a földszínéről azt az indián lakosságot, amelyet addig elfoglalta, és az benépesítette. Hatalmas tömeg gyűlt össze a sivatag közepén. Órák óta várnak. De mi hozta őket ide? A kíváncsiság, vagy többről van szó? Hogy elmondhassák, ott voltam. Ott voltam, amikor a Mars lakók először léptek a földre. Igen. Jason Stone. GNN. Bámulatos látvány. A hatalmas űrhajó. Úgy tündököl a nevadai napfényben, mint egy óriási kerékpárcsa. Történik valami. Az ajtó kinyílik. Most egy ezüst rámpa ereszkedik le, mint egy óriási nyelv. Mars lakunk. Fura kis seggdugaszok. Üdvözlöm! Casey tábornok vagyok, az Amerikai Egyesült Államok összevont haderejének parancsnoka. A földbolygó népének nevében Isten hozta. Békével jöttünk! És egy egész bolygó elélvez, igen, hogy békével jöttek a bátyuskáink. Az iszonyú ronda bátyuskáink. Igen, de hát akkora agyuk van. Hát mi is ebbe az irányba tartunk. Tulajdonképpen úgy képzeljük el őket, hogy mi egy fázisai vagyunk annak az evolúciós folyamatnak, aminek ők a végállomása. Talán sokkal többet tudnak a világegyetem céljáról. Hát ez a része a filmnek, ez a keletkezése környéki
ilyen túlzottan PC világnak egy ilyen parodiája. Azok a filmek, amelyeket eredetileg parodizált, tehát azok a 50-es, 60-as évek UFO filmjei, hogy az egész tárgyi világ onnét jön, azok nem ilyenek voltak azért, tehát az a kőkemény megvédik a földet a gazvörösöktől, hangjától. Nem, hát ez tud minek a paródiája, hát ez a harmadik típusú találkozások, igen, Spielberg. Hát ez egyértelműen a Spielberg világnézetének a kikarikírozása. Hát a Spielberg az, aki így gondol a földön kívüliekre, akár E.T.-re, hogy az okos bátyuska, az a bölcs csillagember, igen, aki eljön hozzánk. Tulajdonképpen, hát ugye Nietzsche jól mondta, hogy olyan, Isten meghalt. Hát Isten meghalt, mert mi megöltük. Igen. De hát itt van helyette a bölcs és halhatatlan csillagember, az űrlény, aki eljön hozzánk, és aki egyesít minket, akihez képest mi egyek lehetünk. Hát ugye végig ezt keressük, hogy melyik az a paradigma, amely egyesít minket, és akkor ez kétféleképpen lehet értelmezni. És az a legjobb, ha kívülről jön, mert akkor nem nekünk kell vele dolgozni. Világos, hát kívülről jön, kívülről kell, hogy jöjjön, kétféleképpen egyesíthet minket, vagy úgy, hogy mi mind pontrók vagyunk ő hozzá képest, kis semmik vagyunk ő hozzá képest, és az ő nagy bölcs fennhatósága és iránymutatása árnyékában mi mind egyesülünk, vagy pedig úgy, hogy esélyünk sincs ellene, tehát semmi tétje nincs annak, hogyha összefogunk. Mostanában ez a népszerűbb műfaj, és az idegen invázió mozi, aminek ez a paródiája. Hát elmosódik köztünk az a különbség, hogy hát most mi szocialisták vagyunk, vagy kommunisták vagyunk, vagy kapitalisták, vagy fasiszták vagyunk, vagy mik vagyunk. Hát legalább emberek vagyunk, két szemünk van, két karunk van, érted? Most mi az, hogy zsidó, meg keresztény, meg muszlim, hát most ahhoz képest, hogy azok hogy néznek ki, meg egyáltalán milyen világ, az képest mi mindegyek vagyunk, nem? Igaz a pletyka, hogy amikor bemutatták a Támad a Marsot, akkor sokan nem értették a viccet, és dühötten kimentek a moziból, írja nekünk az SMS-ről a hallgatónk. Hát ez olyan, mint a csillagközi invázió, amit meg komolyan vettek. Tehát, hogy nagyon könnyű félreérteni a filmet, hát ugyanúgy vizuális effektek voltak benne, marslakók, ilyesmi, elmentek emberek valószínűleg, és komolyan vették. Tehát, hogy a Függetlenség napja 2-t keresték benne. Azt meg nem, tehát nagyon nehezen fogják megkapni, mert tehát ahhoz képest mégiscsak sok a blőd benne. Sziasztok, írja a hallgató János, és a fiatal Jack Black is szerepel a Támad a Marsban. Ő egyik legtökéletesebb szerepe szerintem. Hát azt az igazi annyira jól eladja ezt a idióta Recknek bunkót, ami pont az ellentéte annak a elitközegnek, amiben ugye a professzor meg az elnök van benne, és akkor minden ilyen pozitív. Ezek pedig ez az amerikai alap Rednek, aki lakókocsiban lakik. Lakókocsiban lakik. És onnét nézi le az egész világot. Ja, onnan nézi le a világot, és onnan képzel, egy komplett életeket élnek a generációk lakókocsiban, és közben meg úgy érzik, hogy ők Amerika színe java. Tehát és ráadásul, ahogyan hozzáállnak a világhoz, hát itt hallhattátok a bejátszásban, hogy nézik a tévét, nincs marslakók, fura kis segdugaszok. Meg tehát, a legfőbb érv, a tévét nem viszik. Na igen, de önmagában az, ahogyan ők a világhoz, meg az univerzumhoz hozzáállnak. Tehát, ember és a galaxis kapcsolata, mintha a segükből rángatták volna ki azért, fura kis segdugaszok. Hát viccesek, nem? Tehát, hogy így ők önmagukhoz képest így nem ismernek, és nem ismernek el semmit sem a világon. És a legnagyobb tragédia az, hogy szétlőtték a fánkost. Tehát akkor ér véget a világ. De tényleg nagyon vicces, amerikaiaknak nyilván még sokkal inkább, mint európaiak. Ennek a filmnek Tom Jones a Karim Abdul-Jabbarja. Ugye Tom Jones játssza ebben a filmben saját magát, kis posztmodern poénként. Hasonló gyíkság az Evolúció című film, írja nekünk Fater. Igen, az, tehát a Jurassic Park szerű műfajnak egy paródiája. Nagyon hasonló, nagyon igen. Hasonló az Evolúció. Tehát az a Támad a Marshoz szinte a Megtévesztésig hasonló formátum. Nem annyira blőd, mint a cukkerféle filmek. Ha megvan benne az igény, hogy komolyabban vegye magát, de ezt lépten nyomon fölmondja. Tehát és ez a vicces benne. Mind a két műfajt ki akarja próbálni, tehát a marslakosat és a tiraszaurusosat, az érdemes, hogy ezt a két filmet nézze meg. Igen. Aztán, ami még érdekes ezzel a filmmel kapcsolatban, az az, hogy feltűnik benne a Sarah Jessica Parker képében a Liptai Claudia, ami egy megkerülhetetlen karakter, ugye a neoprimitivizmusnak ez a sajátos példánya. És, ilyen szépen és, mondod a butaságot. És jele, amikor egy abszolút kvalifikálatlan és önmagával kapcsolatban ezt az igényt sem fenntartó karakter, amilyen ugye a mi Liptai Claudián, az megjelenik a médiában, és ő az, aki a reggeli
televízió műsorban politikusokkal beszélget. Egy liptai Klaudiát ültettek oda politikusokkal beszélgetni. Tehát a világ legfontosabb témájáról ő tudósít. Igen, ennyi igényük nincs a világ iránt annak a tévés formátum készítőinek. Igen. Na most itt mi történik, hogy ezt a nőt, ezt a Sarah Jessica Parker által játszott riportert, hát sikerült egy megfelelően felszínes színész karaktert találni ez a szerephez, küldik el, hogy tudósítson az emberi faj és a marslakók találkozásáról. És ő az, aki olyan, mint egy hatalmas keréktárcsa. Olyan ostoba, hogy az hozza a mindannyiunk által jól ismert liptai Klaudia formátumot. Hát ez az, ami abban a stúdióbeszélgetésben, amikor egy valamihez ért, mert ugye ez a nő tényleg egy valamihez ért, a saját szexuális kisugárzásához. Kitenni a lábát. Igen, és ez az, amit bedob a professzornak abban a beszélgetésben, amelyet hallani fogtok. Készüljenek a kezdésre. 5, 4, 3, 2. Üdvözlöm Önöket! Folytatjuk beszélgetésünket Donald Kessler professzorral, az Amerikai űrhajózási akadémia igazgatójával. Professzor, nem tartja furcsának, hogy űrszondát küldtünk a Marsra, és mégsem találtunk semmit? Nos, nem igazán, Natalie. Hiszen nem jutottunk be a csatornákba. Ezek a csatornák valóságos kanyonok. Némelyik 200 kilométer mély. Kutatásaink szerint a marsi civilizáció a bolygó felszíne alatt fejlődött ki. Tudományos és technikai fejlettségük minden képzeletet felülmúl. Tehát, a véleménye szerint Donald Kessler, igazgató, mit tanulhatnak a marslakóktól az emberek, professzor? Úgy vélem, igen sokat, Natalie. De komolyan, ez rettenetesen izgalmas. Fantasztikus új lehetőségek tárulhatnak fel a tudomány előtt. Nyitottnak kell maradnunk. Talán többet tudnak az univerzumról, a kialakulásáról, hogy hová tart, és talán az élet céljáról is. Hihetetlenül izgalmas. Nem történt ilyen fontos esemény azóta, hogy Jézus a vizen járt Galileában. Ez az igazi liptai Klaudia franchise, azt lehet mondani. Nekem ennek a filmnek a egyik legnagyobb jelenete pont a vége, amikor egy iszonyatosan szétlőtt kapitóliumnál a elnöknek a egyetlen megmaradt hozzátartozója a lánya átadja a nagymamának meg a gyereknek a legmagasabb szintű kitüntetést, de már csak egy eléggé sérült, mert egy gitárosnak törött a keze, mexikói zenekar maradt, aki el tudja játszani az amerikai himnuszt, annak a 15 embernek, aki még összegyűlt, és akkor a végén a lány megkérdezi ilyen tökészítén, figyelj, játsz valakivel? De miért, és az milyen, amikor megölik az elnököt a marslakók, és kitűzik az elnökre a Mars zászlaját. Ugyan az ember eljutott a Marsra, és kitűzték az amerikai zászlót. Igen. Ilyen módon, de hogy az elnökből egy teleszkópos zászló kiemelkedik, és hát amikor a Földet megkódítják, akkor ugyanhová is tűznék ki a zászlót, mint az elnök testére. Kaptunk is néhány SMS-t. Azt írja a kedves hallgató. A Marsi Anikó is van olyan, mint a liptai. Ez egy szójáték, gondolom, támad a Mars című filmre. Igen, Marsi Anikó az ideális, aki tudósíthatna nekünk a Marsról érkezők. Hát még tudnánk sorolni, maradjunk annyiban. Igen, vannak vicces hallgatók. Kétség sem fér ehhez. Szóval maradjunk abban, hogy a Támad a Mars az egy nagyon vicces film, borzasztóan, kegyetlenül, keményen kritikus az emberi fajjal kapcsolatban. A legfőbb állítása a Támad a Mars című filmnek, hogy nem lenne olyan nagy kár az emberi fajért, hogyha jönnének a marslakók. Ezt egyébként ki is mondja a Natalie Portman, a elnök lánya, amikor bejelenti a professzor, hogy hát életet találtunk a Földön, bizonyítékunk van arra, hogy a Földön kívül értelmes élet van, és akkor így megkérdezi a tévétől, miközben pizzát teszik, amit egy inas hozott be, hogy miért itt van. Tehát ez... Hát legalább a Földön kívül van élet. Igen. Ez azért már valami. Szóval ebben a filmben nincs kinek szurkolni. Tehát a földlakóknak nincs miért szurkolni, a marslakóknak meg lehetetlen szurkolni, olyan ocsmány undorító szemét kis gyökerek, hogy az tényleg lehetetlen. Tehát igazából nincs kivel azonosulni, mondom, borzasztóan cinikus a film, és elképesztően szórakoztató. Tehát ahogyan hát úgy képzeljétek el az amerikaiakat, ahogyan békével jöttek Irakba. Igen. Meg úgy általában mindenhova békével érkeznek, amit éppen meghódítanak. Na, hát a marslakók ugyanezt vették át. Igen. Gyakorlatilag ugyanezt a
ezt a kommunikációt, ők békével jöttek, miközben széjjel írtanak mindenkit olyan fegyverekkel, amiket mi el sem tudunk képzelni. Vicces fegyverekkel, mert hát, van a zöld sugár, meg a piros sugár, és ha valakit eltalál, olyan színű csontváz lesz belőle, amit nagyon vicces lesz. Hát, lemálik, lemálik róla a hús. Na, ez, nem lehet azonosulni velük, de nem lehet igazán szurkolni sem ellenük, mert nem találsz a filmben senkit, aki mellé úgy oda tudnál állni, és azt tudnál mondani. Legyárt a film hősöket, amely hősök hát olyan súlyos jellemhibákkal bírnak, hogy amikor széjjel égnek, vagy éppen elpusztulnak, de a legkülönösebb körülmények között, és a legkegyetlenebb módon, akkor így egy semmit nem érzel irántuk igazán. Tényleg nagyon jó film a Támad a Mars, tényleg ez csak ajánlani tudjuk, hogyha ez ha ez a mély cinizmus ez nem marja ki a szemeteket, akkor biztos, hogy jól fogtok szórakozni. Következő film, amiről beszélni óhajtunk abban a fél órában, amely rátok vár, az az Ó testvér, merre visz az utat című Coen film, amely egy... Szatira modern mesterei. Igen, egy nagyon veretes irodalmi munkának a paródiája. És akkor most visszamentünk a görög gyökerekhez, amit a műsor elején mondtam. Tehát akkor most egy eposznak a paródiája lesz a Homérosz Odüsszeiájának. Nem voltak mind gyökerek. A Homérosz például nem. Szükségszerűen. De a más kérdés, hogy az Odüsszeiát nem is Homérosz írta. Amint azt jó, most hát ma nem már menjünk tudjuk, bele, mert nem irodalmi elméleti műsor vagyunk. Iliászt írta. De ez nem egy olyan bonyolult kérdés, amivel most nagyon kéne traktálnunk, vagy nagyon kéne meg kéne osztanunk a hallgatókat, vagy a nagy fejfájást kéne okoznunk nekik, akkor a intellektuális kihívás lenne. Iliászt írta Homérosz, az Odüsszeiát meg olyas valaki írta, aki nagyon szerette volna, hogyha róla azt gondolják, hogy ő ugyanaz a Homérosz, de nem. Na most a kedves hallgatók egy dolgozatba ezt leírják, akik hivatkoztatnak rá, hogyha egyes kapnak. Tehát jó. De van ez ma már diplomát, tény. Van a diplomát, igen. Irodalmár volnék, úgyhogy kell lehet hinni nekem. No. Szóval a sáros seggűek. Írja a kedves igen, hallgató. Igen, ez az. Hogyha van egy fogalom, amely eszünkbe jut erről a filmről, akkor az a sáros seggűek. És a sáros seggűek azok, akik legendává nemesültek ennek a filmnek a nyomán. Mit tehetek önért, Mr. French? Hogy akadhatnék a sáros seggű fiúk nyomára? Sáros seggű? Ilyenre én nem emlékszem. Pár napja felvételt készítettek itt. Egy régi slágert énekeltek egy gitáros kísérővel, egy fiúval. Igen, emlékszem. Azok a színes bőrű srácok. Aha. Igen, az egy igazán jó csapat volt. Felvettük a dalt, aztán leléptek. Az a felvétel aztán baromi nagyot fog szólni. Elhallatszik majd egész Alabamáig. Az egész ország lázba jön tőle. Igen, jó kis nóta volt. Meg kell találnunk a srácokat, hogy leszerződtessük őket. Eljött a mi időnk, de ha nem csapunk le rájuk, akkor majd más fog. Ó, hát persze, nekünk kell befutnunk. Na-na. Ez a film az amerikai dél utolsó pillanatait rögzíti. Az 1930-as évek vége, a nagy válság ideje. 37 elvileg a filmnek, tehát így meg van mondva, hogy ez 37-ben játszódik. Akkor már túl vagyunk a válságon igazából, hát de úgy tűnik, hogy még a... A délen nem. Igen, úgy tűnik, hogy a dél még őrzi a válságnak a nyomorúságát. És ezek a szerencsétlen figurák, akik nagyon-nagyon aranyosak, hihetetlenül szerethetőek, ők hárman. Három szökevény tulajdonképpen. Ulysses Everett McGill, aki a főhős, aki az Odysseus. Hát elég direkt módon, ugye Ulysses, az ugye az Éneászban így hívják, ugye a latin nyelvű eposzban így hívják Odysseus, ő Ulysses, ugye. Ami ugye a Odysseusnak a latin rájátszása. Igen. Tehát az őt a George Clooney játsza. Uh-huh. Egy igazán piperkőc alak, azt lehet mondani rá. Tehát, hogy ő a hajzselényivel, vagy a haj olajaival, igen, amikkel kenegeti magát. És akkor itt van Pete, akit a John Turturro játszik, és a John Turturrot ekkora alsóharapással még nem láthattátok, igen, az egész biztos. Egy igazi sutyerák, igen, igazi bunkó, és akkor Delmar, akit meg nem lehet nem szeretni. És ugye Pete az olyan ostoba, mint egy pár rendőrcsizma, és annyira bájos és kedves, de ők nekik hármuknak nincsen összesen annyi IQ-juk, amennyi Liptai Klaudiának van, és ezzel azt hiszem mindent elmondtunk. Na most ugye a neveik is beszédesek, és hát ez a film ugye arról híres, hogy Odüsszeiának egy ilyen furcsa átirata. A Pete ugye, a Péter az kősziklát jelent, a Delmar az meg ugye latinul a tenger már, és a tenger is a kőszikla volt, ami Odysseus-t ugye egy így sarokban tartott, az Küllős Karübdisz,
amikor, de ezek ilyen furcsa dolgok, tehát nem igazán így működik, de ilyen referenciákkal van tele az egész film, tehát tulajdonképpen minden szereplő megvan, hogy Odüsszeiában ismert vagy kevésbé ismert helyzetekben hol kerül elő. Szóval ez egy road movie, ahogyan az Odüsszeia maga is egy road, egy road eposz. Igen, meg sokszor össze vannak keverve a szereplők egymással. Úti eposz. Felidéznél néhány megfeleltet és néhány analógiát? Hát nekem a film legnagyobb mondata az, amikor a Pete így visszavonja Ulisses-t, a George Clooney-t, hogy ne menj ezek szirének, nem most honnét tudná egy ilyen déli süttyó, hogy a szirén az micsoda, amikor látja a három nőt énekelni ott a folyóparton, vagy hát ez ugye a legegyértelműbb, de hát ami még különösen egyértelmű lehet, ugye az angolban az egyszeműséget azt sziklopeánnak hívják, tehát küklopszi, mert ugye a küklopsz volt az egyszemű szörny, és hát itt John Goodman játssza ezt a bibliaárus, ez sem véletlen egyébként. Biztos, hogy bibliaárus, mert ő azt hazudja magára, hogy bibliaárus, aztán kifosztja. Kifosztja őket, ez igazából nem bibliaárus, bár ők később úgy hivatkoznak rá, hogy bibliaárus, mert nem rakják össze a fejükbe, hogy aki azt hazudta magára, hogy bibliaárus, utána jól megverte őket és kifosztotta őket, az miért lenne bibliaárus, miért lenne az igaz, amit hazudott magáról, és amilyen együgyűek, hát a McGill az végignézi azt, ahogyan a haverját, ugye a Del Márt, azt jól pofán sugintja, és utána még mindig naivan néz, hogy most ebből vajon mi sül ki? Igen, ebből vajon mi sül ki. Micsoda gubanc? Azt gondolom, hogy ez is egy legendává, vagy szállóigévé nemesült frázis lehet. Igen, igen, és hát még a lótuszevők például, amikor ugye mennek megmerítkezni, azokkal nagyon sok furcsa ember át így a tájon, az a lótuszevőkre próbál rájátszani, vagy például aki felveszi a számot, ez a vakdalnok. Ez a Odüsszeiában van egy ős, aki hát így, tehát így tulajdonképpen irányítja Odüsszeuszt a egyik jelenetben, az annak analógiája, meg ugye Teiresziász a vakjós, aki ugye Homérosz maga volna elvileg, aki meg azt a hajtányt kezelés elmondja a jövőjüket. Tehát rengeteg ilyen utalás van különböző szinteken, és nem feltétlenül kell felismerni őket ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez micsoda. De hát az alaphelyzet is, hogy van egy másik kérője már a feleségének, az is ugye egyértelmű. Meg a lányai. Igen. Az Odüsszeiának a paródiája, de több annál. Ez a film, az Ótestvér merre visz az utat című film, ez egy olyan pillanatot rögzít az amerikai történelemben, amikor a dél egyszer és mindenkorra eltűnik. Már vagy 60 év eltelt azóta, hogy elveszítették a polgárháborút, de ott délen még mindig tartja magát az a nagyon nem modern, nagyon nem iparosított, nagyon nem civilizált, vagy nagyon nem polgári, hogy így fogalmazok, nagyon nem tőkés alapú világ, az a meglehetősen posztfeudális, gyarmati világ. Hát amit az amerikaiak a redneck szóval jelentenek. Igen, hát ez a redneck, de ma már ezerszer modernebb, akkor ez egyáltalán nem volt az, a legkevésbé sem. Tehát azt lehet mondani arról a délről, hogyha a dél nyerte volna a polgárháborút, akkor Amerika az ma nemhogy nem lenne világhatalom, leginkább Mexikóra hasonlítana. Igen, de nagyon nagy Mexikó meg, lenne. Mert északé volt az ipar, tehát... Észak volt a modern... Na, hát észak hasonlít Angliára, dél meg... hát mit mondjak erre, mit tudom én, maximum Spanyolországra hasonlít. Spanyolország és Anglia vidéki része valahogy. Igen, igen. Na most itt van az a pillanat, amikor a dél eltűnik. Amikor a déli világot felváltja az a struktúra, ami északról beszivárog lassan, mert nagyon nehezen veszi be a délieknek a gyomra, de lassan felváltja azt a sötét, déli, parlagias, nagyon süttyó világot. Minden poros. Amikor a csillagos sávos Amerika az egyszer is mindenkor átveszi a annak a keresztcsillagos Amerikának a helyét. Ugye ismerjük a kétféle zászlót, a déli zászlót, meg az északit, itt uralkodik el. A déli ma már csak ilyen motoros bandáknak, na, ugye igen, ülésre fektetett textiljeiből ismerhetjük. Igen, ezt a keresztcsillagos Amerikát itt váltja fel a csillagos sávos Amerika, és itt száműzi a keresztcsillagos zászlót a motorosok ülésére. Ku Klux Klan, ami ugye a háború után alakult elvileg, arra, hogy megvédje a fehéreket a fekete csőcseléktől, és hát ez szerepel is a filmben. Testvérek! Ó, testvérek! Összegyűltünk itt, hogy kultúránkat és örökségünket megvédjük a betolakodóktól, az idegenektől, megakadályozzuk, hogy nemzetünk felhíguljon, hogy vallásunkat meggyalázzák, hogy gyökerestül kiírtsuk a gonoszt! Mielőtt eltiporja örökségünk virágait, asszonyainkkal együtt!
Ne feledkezzünk meg az asszonyokról, akiket nekünk kell megvédenünk! A színesektől, a zsidóktól, a pápistáktól, és azoktól az okoskodóktól, akik szerint a majomtól származunk! Ez nem a mi kultúránk! Igen! Talán a ti örökségetek ez? Igen! Na! Akkor akasszunk fel egy nigget! Igen, durva a Ku Klux Klan. Kicsit radikálisabbak, mint Adolf Hitler, azt lehet mondani. Itt a zsidók, azok egy lapon szerepelnek a pápistákkal, akik ugye a katolikusok, plusz a darwinistákkal. Tehát, hogy így kb. Mindenkivel, aki nem protestáns, fehér, heteroszexuális férfi, aki emellett nem hisz Darwinnak sem. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy nagyon-nagyon le van szűkítve az a csoport, amelyet megtűr ez a ez szervezet. Amerikai White Supremacy mozgalomnak a tulajdonképpen paródiája ez a rész. Szóval miért fontosak ebben a filmben a sárosseggű fiúk? Azért, mert ők fegyenc munkáról szöknek, és aztán befutnak, mint zenészek, mint énekesek. Tehát, hogy egy ilyen fegyenc világból jutnak el az ő odüsszeiájuk során egy modern Amerikába, ahol ők lesznek az Elvis Presley. Tehát itt azt kell látni, hogy a fegyenc munkát, ahogyan a showbiznisz fölváltja, és ahogyan ők menekülnek a tartóik elől, tehát azok elől, akik őket üldözik a hatalom elől, a törvény elől, amely őket újra rabláncra akarja verni, de valójában a világhír elől menekülnek, valójában a siker elől menekülnek, valójában az elől menekülnek, hogy igazán befussanak, valójában a showbiznisz elől menekülnek, mert miközben ők menekülnek, mögöttük a világ megváltozik. És ezt a pillanatot, Amerikának ezt a fordulópontját, ezt a keresztútját rögzíti ez a film. Igen, érdekes, hogy miért ezt az időpontot választották valószínűleg. Egyenesen zseniális a filmnek a soundtrackje. Ez a szám, ez például a Roscoe Holcomb-nak az egyik slágere, amit a filmben a George Clooney által játszott karakter, az Ulysses Everett McGill énekelne, de a valóságban nem a Clooney énekli, hanem a Dan Timinsky nevű énekes. Ugye írja nekünk a kedves hallgató, hogy kis szépség hibája a filmnek, hogy nem George Clooney énekli benne ezt a Constant Sorrow című számot. Hát szerintem az lenne a szépség hibája a filmnek, hogyha ő énekelné. Igen. De örüljünk, hogy nem a Clooney énekli. Azt írja a kedves hallgató, Clooney Kentuckyból származik, a tájszólása adta magát, és a milliót is ismeri. Igen. Szóval ez az a flyover state, a középmegyék. Igen. Azt lehet mondani, hogy ennél sokkal jobb soundtrackje egyetlen filmnek sincs. Tehát ez a film, ez mindent tud az amerikai délnek a zenéjéből, ebből a countryval és a blues-zal vegyes világ, amelyben született ennek a filmnek az egész hangulata, az egész milliója, és amelyet brilliáns zenékkel fest alá a két rendező. Grammy díjat kapott country kategóriában. Igen. Vagy népzene kategóriában? Népzene kategóriában kapott Grammy-t. Úgyhogy ez egy Grammy díjas zene. Ennél sokkal jobb zenét el sem tudnánk képzelni. Ez is nem csak a zenéje kiváló a filmnek, hanem a forgatókönyve kiváló a filmnek. A színészek is kiválóak, nagyon kiválóak. Amikor azt mondjuk, hogy ez egy, hát az John Turturro, az frenetikus. Maradjunk abban, hogy ez a film, ez paródia, de nem pusztán az Odüsszeiának a paródiája. Amit egyébként nem kell ismerni hozzá, tehát ez nem egy olyan, hogy úristen, akkor ez most melyik rész Odüsszeuszból. Abszolút élvezhető nélküle is a film. Hanem Amerika történelmének, Amerika 20. századi történelmének a paródiája legalább annyira, meg a demokrácia paródiája. Tehát, hogy annak a világnak a paródiája, amelyben születőben van a demokrácia, és amelyben annak a már írmagvában ott van a korrupció, már írmagvában ott van a visszaélés a hatalommal, és a tömegtájékoztatásnak az a végtelen cinizmusa, amellyel eljárnak ebben a filmben, és amely bemutatja azt, hogy a 20. században az a demokrácia, amelyhez olyan sok illúzió társul, hát az mennyire alaptalan. Aláírtam, vagy egy tucat mezőgazdasági számlát. A farmerok barátja vagyok. Mit tegyek még? Hágjak meg egy kecskét? Azt nem lehet, papa. Berág a választókerületünk. Nincs is választókerületünk. Stokesnak van választókerülete. És nagyon jó a kampánya is. Törpe, seprű, meg minden. Ördögi. Jól meg van szervezve.
Hé, van egy ötletem. Mi az, Junior? Béreljünk fel egy még kisebb törpét, mint amilyen Stokszé. Tudatlan, tökkelített hülye. Ezzel, mint a Stokszot támogatnánk, a saját kis törpénkkel, bármit csinálunk is. És pontosan ez a probléma. Az emberek szerint Stokesnak új ötletei vannak. Ő új ember, mi meg nem. Neki más a nézőpontja. Így van. Ezért tud megverni minket. Csak úgy lenyom minket. Nem csak, hogy lenyom, hanem félre söpör. Nem. Azért nem söpör félre. Szerintem ez a pontos megfogalmazás. Én is így írnám körül. Szerintem meg csak berúg minket. Itt egy kormányzó választás zajlik Homer Stokes és Pepe O'Daniel között, ők a két jelölt. Homer Stokes, hát Homer Stokes, ízlelgessük a keresztelét, hogy Homeroszra való nyilvánvaló utalás. Ő az, ő a Ku Klux Klannak a tagja, persze csak titokban. Vele szemben Pepe O'Daniel, ő pedig a modern Amerikát testesítené meg, de hát egyik kis stílűbb, egyik aljasabb és egyik korruptabb, mint a másik. Igazából most azt vegyétek, hogy a Homer Stokes az egy törpével kampányol, akinél ott van egy seprű, ugye Pepe O'Daniel, ő a kormányzó, és a törpével akarja kisepertetni a hatalomból a kormányzót, ugye a söprű az arra való, hogy ugye fel kell söpörni, ugye tisztára kell mosni a közéletet, és a törpe az azért törpe, mert Homer Stokes a kisember barátja. Igen. Ugye a kisember az ilyen módon jelenik meg a kampányban, mint egy törpe, tehát olyan a politikai üzenetek le vannak butítva, és amilyen módon arcul van köpve a társadalom ezekben a politikai kampányokban, az már itt a demokrácia, úgynevezett demokrácia, szóval ez formátum, amit mi demokráciának hazudunk, ennek a születés írmagvában már jelen volt. Szerintem Clooney egyik legjobb alakítása, írja a kedves hallgató, ha nem a legjobb. Hát ezt a Golden Globe nevű kevéssé veretes díjnak a kiosztói is így gondolták, ugyanis a Golden Globe 2001-es kiosztóján a legjobb... Hihetetlen jól adja ezt a Piper Közprostot. Igen, a legjobb színész lett ő a zenés, film és vígjáték kategóriában, ugye a George Clooney. Tényleg nagyon jól adja előből. Tehát az igazság, hogy ebben a filmben ebben a karakterek olyan kis stílűek, olyan kis aljasak, ilyen kis szemétrohadékok, de annyira szerethetőek ugyanakkor. Ez a film annyi bájjal, annyi kedvességgel, annyi üdederűvel mutatja fel ezeket a hősöket, hogy nem lehet őket nem szeretni, és nem lehet nem szeretni a filmet. Papa! Szia, kicsim! Hogy vagy, csillagom? Ez meg ki az ördög? Starla Vorvi. Mármint Starla McGill? Hogy én nem tudok róla? Elütött a vonat. Ez meg a másik. Miért mondod, hogy elütött a vonat? Sok becsületes embert is elütött már. Például Johnson bírót is Cookville-ből. Mit kellett volna mondanom, hogy börtönbe kerültél, és ezért elváltam tőled? Na jó, én megértelek, de ettől függetlenül a lányai előtt kínos helyzetbe hozol. Hello, Penny. Mondd csak, zaklat ez az úr. Te vagy Waldrip? Aha, igen. A hajzserémet használod? A tiédet? Elnézést? Jó hírem van, ha nem vennéd észre, nem ütött el a vonat. És rengeteg mérföldet tettem meg, hogy lássam a nejem és a hat lányom. Már hét, papa! Ő nem a papád, Elvenil. Őt elütötte a vonat. Penny, hagyd abba! Te hagyd abba! Vernonnak van állása, és van jövője. Tisztességes. És mi vagy te? Megmondom, mi vagyok. Hát a Pater Familias, és nem mehetsz hozzá. De hozzá mehetek. Már holnap. A vorvilányokra kell gondolnom. Kérdéseik vannak. Vernon majd felneveli, és zenére tanítja őket. Te meg csak annyi jót tettél velük, hogy elütött a vonat. Miért hazudsz? Te izgága. Bestia. Ho-ho-ho-ho-ho! Te megsértetted a mennyasszonyomat? Hogy kit? Te elvennéd a nejemet? Fuchs Péterrel, akivel paródiákat ajánlunk a figyelmetekbe további fél órán keresztül. 0629-986-986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Itt Joel Cohen és Ethan Cohen filmjét, a Útestvér merre visz az utad című filmet ajánlottuk, melyben George Clooney, John Turturro, John Goodman és Charles Durning
szerepelnek, hogy az ismertebb neveket említsük, de itt van Tim Blake Nelson, aki Delmárt játsza, aki ilyen világ valaha volt legostobább film karaktere, és annyira lehet szeretni, hát amikor Pete átváltozik békává, és szerencsétlen Delmár viszi és hordozza mindenhova, azt a sötét, buta világot, azt az együgyű, de annyira szerethető délt siratja el ez a film. És ugye egy beutalás Kirkére, aki Odysseusnak a legénységét állattá változtatta. Igen, minden olyan kis finom analógiák sorozata. Ez az Odysseus paródia, ami inkább az Amerikai Egyesült Államok déli részének paródiája, mint az görögöknek a eposzának. Igen. Ez az Ótestvér, merre visz az utad, amit a legjobb szívvel ajánlunk nektek. Ez a Coen fivérek, amikor minél kevésbé veszik magukat komolyan, annál jobbak. Én ezt gondolom. Ez hozzátartozik Robi gyűlölettel nem védnek való vidék felé. Igen, egy finom utalás. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez a film ez olyan élményt tartogat a számotokra, szóval, hogy kedveteket fogjátok lelni benne. És maradjunk George Clooney körén belül. Csak egy kicsit más felé elvezve. Igen, egy még újabb paródiával. Úgy válogattuk össze a mai adásban ajánlott filmeket, hogy mindegyik paródia legyen, de mindegyik alaposan más. És ez a film, ez a legkevésbé az. Próbáltunk olyan sorrendet találni, hogy a nagyon paródiától az egyre kevésbé paródia felé haladjunk. Magam úgy jelent is paródia, csak amit parodizál, az szóval már önmaga paródiája. Az önmaga paródiája, meg azt nem nagyon szokta az emberek gyomra bírni, mert a horror paródia, de a horror paródia az más, ez egy kicsit komolyabban veszi magát, mint a horror. Vagy a horror paródia a Scary Movie-ban van, amikor a kísértet oda megy az a fekete figurához, és szörnyű a fej, és akkor ráhúz egy zacskót, és úgy ízéli meg. De hogy ez nem az a típus horror paródia. Nem, komolyan veszi magát. Legalábbis komolyabban. Sokkal komolyabban, de igen. Attól még paródia. Itt igazából két filmet kaptok ennek a filmnek az esetében. Az első felében kaptok egy nagyon komoly, nagyon konkrét gangster filmet, és amikor nem is számítotok rá, hogy itt ebből bármi, akár paródia, akár horror, vagy bármi ilyesmi sülhet ki, abban a pillanatban fordul veletek egy hatalmas nagyot a beindul világ. Beindul a hatlövetű. Igen, és szentelt vízzel telik hatalokat dobálnak vámpírokra. Igen, és megtörténik az, amire a legkevésbé sem számítotok. Ez az Alkonyattól Pirkadatig című film. Mi a nevük? Scott és Kate. Scott és Kate. Ez ki? A feleségem. És hol van a hölgy? A mennyben. Meghalt. Igen, meg. Na és hogyan? Autóbalesetben. Gyerünk, Jacob, részletesebben. Elgázolta egy részeg? Nem. Esős este volt. A fék sem igazán működött. Hirtelen meg kellett állnia. Megcsúszott és összetörte magát. Azonnal meghalt? Nem éppen. Beszorult a roncsok közé. 6 órán keresztül haldoklott. Hát, Isten bizony jól alánk tesz néha, mi? Igen, eléggé. Ez komoly? Igen. Mert láttam már ilyet, egy haverom is felszenteltette magát, hogy átverje az adóhatóságot. Azért kérdem, hogy nálad ez komoly? Nálam komoly. Te pap vagy? Csak voltam. Tehát már nem vagy az? Már nem. És miért? Ez az a pont, amin túl már nem óhajtok a magánügyeimről beszélgetni. Barátságosabban, oké, papa? Csak ne érzékenykedj. Na, jól van. Adjuk a szoros magánügyeidet. Törődöm is én veled, vagy a kis családoddal. Tőlem élhettek örökké, vagy meghalhattok most rögtön. Nekem az tök mindegy. Engem nem érdekel semmi. Csak az öcsi meg a pénzünk ott hátul. Tehát most segítesz átjutni a határon baj nélkül. Ott eltöltesz velünk egy éjszakát, nem csinálsz hülyeséget, nem próbálsz meglépni. És másnap reggel elengedlek a családoddal együtt. És biztos, hogy megtartja a szavát? Győzzünk meg arról, hogy igazat mond.
Nézd, tök fej, te csak arról legyél meggyőződve, hogy két mindenre elszánt nehéz fiúval vagytok összezárva. Nem szeretném, ha egész éjjel rajtad kéne tartanom a szemem. És azt sem akarom, hogy te egész éjjel azon tépelődj, mik lehetnek az öcsém szándékai a lányod iránt. Észrevetted, milyen pillantásokat vett rá? Igen. És nem tetszett, ugye? Nem tetszett. Gondoltam. Ha átviszel Mexikóba, és nem próbálsz megszökni, a lányod biztonságban lesz, és reggel elengedlek. A szavamat adom, Jacob. Ha csak hozzáér, megölöm. Rendben van. De ha átversz, mind meghaltok. Bevallom, hogy én nem igazán kedvelem a Robert Rodriguez-t. Számos filmjével követett el merényletet nézők milliói ellen. Annak ellenére ez a film jó. Talán elsősorban azért, mert ez a film legalább annyira Tarantino film, mint Rodriguez film. Nem pusztán azért, mert a Tarantino írta a forgatókönyvét, nem pusztán azért, mert a Tarantino jelentősebb szerepet játszik benne. Ami egyébként megkapta a legrosszabb mellékszereplőnek járó díjat egy időben, tehát ez a titromdíj. Szerintem korrektül hozza. Hát korrektül hozza az őrült pszichopatát. Igen, igen. Pszichopatát. Akiről a testvére is a film közben igen. Tudja meg, hogy pszichopata, tehát közben jön rá, csak hát nem hajlandó tudomást venni igen. Róla. Ugye Seth Gecko, Rick Gecko-ról, hogy az valójában egy pszichopata, mert hogy élvezett elől és minden motiváció, vagy inkább hogy fogalmazza, keressük a... Mit keresünk, amikor a gyilkosság... motiváció. Nem, hát a gyilkosnak kell, hogy legyen indítéka! Az indítéka! Szóval indíték nélkülöl. Kicsit elassultunk, igen. És ez a pszichopata. Ilyen szavak nem jönnek. Ez a pszichopatáknak a védjegye. Na most ez azért is legalább annyira Tarantino film, mert a filmnek a feléig egy tőről vetszett Tarantino, méghozzá az old school Tarantino film, tehát az a gangsterek, road movie, gyilkolás, menekülés a rendőrség elől. Kemény gyerekek, kemény szavakkal. Hát meg iszonyatosan kegyetlen és erőszakos jelenetek. Igen. Tehát minden, ami ehhez kell. Ez egy jól ismert formátum. Kedveltük már a Kutyaszorítóban című filmben, kedveltük a Ponyvaregényben, és itt most kapunk belőle még egy felet. És aztán a film második felében lép elő a Rodriguez, az ő B-filmek vagy trash-filmek iránti hatalmas áhítatával, és legyárt egy trash-film paródiát. Hát igen, ennyi, tehát itt a paródia része, illetve hát amit ő ezt paródiának vesz, most már egyre inkább látszik a Rodriguezen, hogy ő ezt komolyan csinálja. Tehát nagyon nehéz így paródiának venni, mert hogy ő annyira imádja azt a műfajt, amit itt parodizál, hogy az már igazából nem is paródia, hanem a folytatása, csak pontosan tudja, hogy ezt ma már így nem lehet, és ettől válik paródiává. Nagyszerű színészek játszanak a filmben, nem pusztán a George Clooney-ra utalunk, nem pusztán a Juliette Lewis-ra, hanem elsősorban a Harvey Keitelre. Ugye Harvey Keitel, aki Jacob Fullert, a hitehagyott lelkészt játsza ebben a filmben, de hát bármit eljátszik, és bármikor. Igazából az Harvey Keitelnél nagyobb színész az talán nincs is, a Harvey Keitel nem tud eljátszani, az nincs. Vagy eddig női szerepekben nem előre láttuk, de... Szerintem, ami oxigén, illetve szén alapú életforma, azt a Harvey Keitel pedig el tudja játszani. Emlékszünk rá, hogy probléma megoldót játszott ugye a Ponyvaregény című filmben. Na, ebben a filmben Mr. is... Mr. Wolf, aki szintén szállógével. Igen, ebben a filmben is bebizonyítja, hogy probléma megoldásban nem akármilyen. Kölyök, sikerült. Mexikóban vagyunk, hallod, öcsi? Átjutottunk Mexikóba, a kurva életbe. Tudom, hogy mindenki félt, és kurva kemény voltam veletek. De mostantól mindenkit felírtam a jók közé. Scotty, segíts nekem, fektessük Richie-t arra az ágyra. Jacob, te menj tovább ezen az úton, amíg el nem érsz a Digályó útig. Amikor meglátod a Digályót, fordulj balra a szekérre. És néhány mérföld után látsz egy kocsmát, a neve Titi Twister, állítólag könnyű meglátni. Aztán megállsz, mert pont oda megyünk. A cicákat! Tessék lefáradni, cica bolondok! A Tintin Twisterben ma fél áron kínáljuk a cicákat! Óriási választék minden fajtájú és méretű cicából! Ez véletlenül olcsón! Van nálunk fehér cica, néger cica, spanyol cica, sárga cica, de van meleg cica és hideg cica, nedves cica! És van szagos cica, szűrös cica, véres cica,
harapós cica, selyem cica, bársony cica, drótszőrű cica, és van kanca cica, és szuka cica, pipi cica. Gyerünk befelé, cica bolondok! Ami nálunk nincs, az nem is létezik! Csak befelé, cica barátok! Gyertek, válogassatok! Na, emberek! A cél egyenesben vagyunk. Ez a hely hajnalban zár. Carlosszal hajnalban van találkozunk. Most szépen bemegyünk, leülünk és iszunk, sokat iszunk. És így várjuk meg Carlost. Hadd mondjak valamit. Nagyon örülök, hogy kialakult a normális állapot. Amikor senki nem baszogat senkit, ez maradjon is így. Szóval mindenki legyen észnél, és ez neked is szól, Ricsi. És akkor nem lesz semmi baj. Oké, nagypiások, jöhet a nagypiálás, én fizetek! Figyelem, cica rajongók, használjátok ki a rendkívüli akciós ajánlatunkat! Aki most vesz egy cicát teljes áron, az kap mellé egy másik ugyanolyan minőségű cicát is, mindössze egy penniért! Ki jutott már cicához egy penniért? Ha bárhol ennél olcsóbban találsz cicát, f***d meg! Fumando marihuana. Biskit, itt nem kapsz semmit. Miért nem? Ez zárt körű hely, nem jöhetsz be. Azt mondod, nem vagyok jó egy italra? Én? Itt csak motorosok és kamionosok ihatnak. Te odakint! Andependeo! Vedd le rólam a kezed. 3-ig számolok. Majd számolok én. 1, 2... Na, várjanak, nem kell verekedni. Mert ez csupán egy félreértés. Mindjárt elintézem. Szóval ez a bár a kamionosoké? Mert én kamionos vagyok. Ha kinéz, az ajtó előtt láthat egy nagy, 4 személyes lakóbuszt. Az az enyém. Márpedig az ilyet csak B-kategóriás jogosítvánnyal szabad vezetni. Ha ide ilyen jogosítvány a belépő, jogom van itt lenni. És ők a barátaim. Üdvözlöm a Titi Twisterben. Egy üveg viszkit, 5 pohárral. Már is adom. Jacob Fuller tiszteletes rulez. Ezt így kell menedzselni. Azt mondom, hogy ehhez már Tarantino kell. Igen, ezekhez a dialógusokhoz, ahhoz, hogy valami ennyire friss, ennyire ütős, ennyire erős, ennyire spontán, és közben meg mégis egy kulturális közegben ennyire beágyazott legyen, ahhoz Tarantino kell. És ez egyszerűen, hogy mondjam, ez egy olyan formátum, ami az ő védjegye, és ez felismerhető, és ez szeretjük, és ezért egyébként szeretjük. Egyébként a szinkronban sokat kellett volna fütyülnöd, hogyha nem cicának, hanem máshogy fordítják az amúgy női nemű szervet jelölő. Igen, angol. És Salma Hayek tánca a kitűnő zenére a kígyóval. Hát igen. És önmagában az After Dark című szám legalább annyira védjegye ennek a filmnek, mint Salma Hayek. Nagyon cinikus a filmnek a viszonya a kereszténységhez. Meg a valláshoz, ugye. Ahogyan a Jacob Fuller tiszteletes egy dum-dum puskából meg egy baseball ütőből keresztet formál, és a kereszt, ugye van a kereszt gerenda, meg van a merőleges, szálfa, igen, a szálfa. Na most a kereszt gerendával húzza föl a dum-dum puskát, aztán lő. Majd felmutatja, mint keresztet. Igen. Tehát ugye kétféle módon tartja távol a sátáni fenevadakat, vagy a kereszt látványával, vagy a dum-dum puskából kijövő sörétekkel. Igen, mert tudni kell, hogy a film egy pillanat után átalakul, hogy a angolok mondják slugfesté, tehát ilyen hihetetlen mennyiségű lövedék hagyja el a fegyvereket, mert mindenki a bárban vámpirrel változik a főszereplőket kivéve, és akkor azokat ott kiírtják. Sex machine kivételével. Jó, de az a parádésan szórakoztató egyrészt. Másrészt meg a viszonya ehhez az egész vámpírság intézményéhez egyrészt komoly, másrészt meg annyira komolytalan, hogy az egyszerűen hát itt a paródia. Igen, és ez paródia, ez tőrölmetszett paródia, és
önmagában egy mesteri húzás, mert hogy ez Hollywoodtól annyira idegen, és minden egyéb addig ismert formátumtól annyira idegen, hát így mindenki leesett a székről 1996-ban, amikor ezt látta, hogy látott egy gangsterfilmet, aminek vártuk a végkifejletét, hogy most majd akkor mi lesz, hogyan válik majd ez a film mivé. És aztán lett belőle egy teljesen más formátum egyik percről a másikra, és azt mondom, hogy ehhez is Tarantino kellett. És az a bátorság, amivel számos meglévő formátumot rúgsz föl, és számos meglévő formátumot gyógyítasz egybe. És egy nagyon szép lezárás, akkor az egyik az szerintem a legjobb mondat a filmben, amikor oda betör ez a, nem tudom kicsoda ez a mexikai figura, és kiszabadítja őket, hogy hát ezek kik voltak, pszichopaták? Szerinted a pszichopaták elolvadnak a napfénytől? Tehát ez egy ilyen kedves mondat, meg a másik az, amikor mondja a lánynak, aki túlélte ezt a vámpír támadást. Ugye ketten élik túl összesen. Igen, hogy hát oda nem viszlek magammal, mert az egy durva hely. És akkor ennél? Én pedig az ember vagyok, de stricinálnak, bocs. Szett, hogy érzed magad? Remekül két, valami csodásan. Leszámítva az érzést, hogy most vertem át egy karót az öcsém mellén, mert hirtelen átváltozott vámpírrá. Pedig nem hiszek a vámpírokban. De hiszek a két szememnek. És amit láttam, az egy vámpírcsorda volt. Mindenki egyetért abban, hogy vámpírokkal van dolgunk? Igen. Kegyed is, atyám? Nem hiszek a vámpírokban, de elhiszem, amit láttam. Akkor jó. No, miután mind egyetértünk, lássuk, mit tudunk a vámpírokról. A kereszt árt nekik. Van keresztünk? A lakókocsiban. Már szóval nincs. Várjunk csak. Rengeteg kereszt hever itt szerte szét. Csak két lécet, össze kell illeszteni, és kész van a kereszt. Igen, ez igaz, egy Dracula filmben láttam. Oké, megvettem. A kereszten kívül mi van még? Karó a szívükbe, ez eddig jól bevált. Fokhagyma, napfény, szentelt víz. Nem is tudom, az ezüst is, mint ártana neki. Az a vérfarkas. Tudom, azt ezüst golyóval kell lelőni, de azt hiszem a vámpira is jó. Olvasott valaki könyvet is a vámpirokról, vagy a tudásuk csak a filmekből való? Úgy értem, komoly könyvet. Mint a Time Life könyvek? Jó, értem, a választ nem. Oké, és mit tudunk a mi vámpírjainkról? Hogy ember fölötti erejük van, de sebezhetők. Igen. Ahhoz, hogy egy széklábat átüssünk az emberi testen, iszonyatosan erősnek kell lennünk. Az emberi test nagyon szilárd és kemény, de ezek a vámpírok puha testűek. A testszöveteik lágyak, szivacsosak. Bármit átüthetünk rajtuk, és egy emberes pofontól lerepül a fejük. De a legjobb fegyverünk Jacob, a lelkész. Isten szemében mi csak tehénlepények vagyunk, de ő az édesfia. Csak az a baj, hogy a hite már nem a régi. Elég a piszkálódásból. Nem piszkálódtam, Jacob. Kell nekünk. Egy hitetlen pappal szart se érünk. De Isten szolgája egy kereszttel elűzheti a szörnyeket a francba. Isten szolgája megszentelheti a vizet, és az a fegyverünk. Jacob, elvesztetted a hitedet. Nem létezhet Isten, ha elvette a feleségedet tőled és a gyerekeidtől. Én mindig azt mondtam, Isten tehet nekem egy szívességet, de fél órája megváltozott a világnézetem. Mert tudom, hogy bármi is az ott kint, ami be akar jönni, az maga a pokolbeli gonosz. És ha létezik pokol, ahonnan a rohadékok jöttek, akkor mennyország is van, Jacob. Lennie kell. Tehát ki vagy? Egy hitetlen pap? Vagy Isten bátor, elszánt harcos szolgája? Én Isten... harcos szolgája. Nem lehet nem paródiaként azonosítani azt a filmet, amelyben kotonokat töltenek meg szentelt vízzel, azzal spriccelnek a kotonnal, meg a spriccelnek a vízipisztolyból. Igen, a szentelt vízzel. Meg a Clooney-nak mi van a kezében, úristen? Valami ilyen motorikus karóütőgép van valami, nem? Igen, de benzinmotorral működik. Összeeszkál be egy motoros karót, de hogy nagyon jól mondtad, hogy
itt a vámpirok azért ilyen könnyen szétverhetőek. Ja igen, a vámpirok, mert, a vámpiroknak mert nem... így könnyű írtani őket. Világos, nem antropológiai természetük, hogy a testszöveteik szivacsosak. Azért mi sem olvastunk komoly könyveket a vámpirokról. Komoly könyveket, komoly könyveket a vámpirokról. Milyen komoly könyvek léteznek a vámpirokról? Nevetséges. És önmagában világos, hogy... Britannikában hogyan írtsuk vámpírt szócik? És hogy nyilván hogy szórakoztató írtani ezeket, hogyha látsz szivacsosak a testszöveteik, mert így lehet nagy üzemben írtani őket, hogy egy emberes pofonton lerepül a fejük. Hát ez nyilván így látványos és élvezetes egy filmen. Tehát igazából a vámpírok azok nem úgy van, hogy a vámpírokról tudunk dolgokat, és akkor ez filmekben megjelenik, hanem a filmek és a filmben a látványtechnika kívánalmai, azok alakítják a vámpíroknak a mienségét és a hogyanságát. Tehát a vámpírok azok attól ilyenek, mert így lehet őket látványosan nagy üzemben zúzni, és hát így lehet őket hentelni nagy élvezettel, úgy komputerjátékokban, mint filmekben. Na és erre reflektál, mi szerintünk nem akárhogyan az Alkonyattól Pirkadatig című film, hozzátéve azt, hogy az Alkonyattól Pirkadatig 2-t, illetve az Alkonyattól Pirkadatig 3-at, azt nehogy megnézzétek, össze ne tévesszétek az egyet. Nagyon távol kell maradni tőlük. Az egyet azt érdemes megnézni, a továbbiakat pedig tilos megnézni. Ezért is ajánljuk a ti figyelmetekbe az Alkonyattól Pirkadatig című filmet, csak úgy, mint a Támad a Mars című filmet, az Ótestvér merre visz az utad című filmet, illetve az Airplane című filmet. Ezek voltak azok a paródiák, amelyeket a mai adásban ajánlottunk a figyelmetekbe. Én Puzsér Róbert voltam, és a kollégám Fuchs Péter nevében is nagyon köszönöm a figyelmet és azt a sok SMS-t, amit küldtetek nekünk. Holnap is itt leszünk ebben az évben utoljára. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, addig is jó rádiókafé hallgatást kívánunk. Sziasztok!